Amit közösen a Tolna megyei önkormányzattal megálmodtunk, már a beigazolta életszerűségét, mondta Vén Attila Medina polgármestere, aki a 8 település összefogásának gondolatát először szorgalmazta. És a legszebb benne, hogy a kisgyerekektől, a felnőttekig, a középkorúaktól, a középvezetőkön keresztül mindenkit valamilyen szinten megérint ez a közösség fejlesztése, és a legszebb abban, hogy a végét látva már, hogy egy 8 településen kialakuló kavalkád lesz ennek a vége, mind szellemi szinten és mind gyakorlati szinten. A program 4 irányvonala az irodalmat, a közösségfejlesztést, a képzőművészetet és a zenet területét fogja át. Komjáti Tamásné a Cselekvő Közösségek Program szakmai vezetője az elkövetkezendő időszak terveit egyeztető tanácskozáson arról is beszélt, a legfontosabb cél, hogy a helyi közösségek megismerjék örökségeiket. Szeretnénk erősíteni azt a településhez való kötődést, ami fontos, hogy ne menjenek el a kis településekről az emberek, és érezzék jól magukat, és ismerjék azt a fajta múltat, amit az őseik megteremtettek a lakóhelyükön. A közeljövőben kezdődő civil közösségek hete programsorozat alkalmat teremt majd a kisközösségek számára, hogy bemutassák azokat az ismereteket és értékeket, mellyel a térség egészét gazdagíthatják.